A Földeák Jesperes 12 éves volt, amikor családjának az úgynevezett csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény miatt hátra kellett hagyni a házát, és át kellett települnie Magyarországra. Szeretett szülőfalujától sosem szakadt el, pappá szentelése után 1962-ben első szentmiséjét is ott tartotta, ahogy aranymiséjét is. Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy Vészkelet díszfalujára leszek, mégpedig olyan körülményes módon tudtam, körülményes, de érdekes módon, hogy a ottani polgármester, képviselőtestület tagjai és Pék Éva pedagógus, akivel állandó kapcsolatban vagyok, eljöttek ide hozzá a Földeákra, és jelezték, hogy díszpolgárra választottak a faluba. Eddig még díszpolgár nem volt Vízkeleten. Farkas Éva, Makó polgármestere személyesen is részt vett a vízkeleti díszpolgári cím átadásán. Személyesen vehettem részt, hiszen meghívást kaptunk erre az ünnepségre, és valóban az alkalom különlegessége abban is állt, hogy a település első alkalommal adott át díszpolgári elismerő címet, és ez éppen egy magyar honfitársunknak. A helyi községi hivatal díszszemlében került átadása a díszpolgári címnek, ezt követően pedig a Szent Anna templomban több száz hívő és ünneplő előtt hangzott el Lázár János miniszter úr ez alkalomra szóló üzenete, melyet a város vezetőjeként olvashattam és nyújthattam át Katona Pál Esperes úrnak. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy szüksége van olyan karizmatikus egyéniségekre az országnak, akik jó példát mutatnak az a szeretetükkel, a közösségépítő tevékenységükkel, és megteremtik, fenntartják egy értékeken alapuló virágzó közösséget. Hangsúlyozta továbbá az üzenetében, hogy elengedhetetlennek tartja, hogy Katona Pálhoz hasonló hétköznapi hősök megkapják az őket megillető elismerést. Katona Pál 38 évig szolgálta a makói híveket, jelenleg Földeák plébánosa. Ma is igen aktív, rendszeresen ír. Könyvei, kiadványai, cikkei, tanulmányai jelennek meg, amelyekben egyaránt foglalkozik szolgálati helyei, a város, illetve a környező községek történetével.